Gályász Bencével beszélgetek Miskolcon. Bence, mesélj, de légy szíves, a betegséged történet. Nekem két, hát már három év diagnosztizáltak nálam egy aplasztikus anémiát, ez úgy tömören, röviden azt jelenti, hogy a szervetemben lévő csontvelő úgymond nem termel szükséges sejteket. Hát olyasmi, mint a leukémia, csak mégis egy kicsit más. És nekem két évvel ezelőtt volt egy transzplantációs idegendonos átütésem, ami hát ugye egészen, most hogy megnézem, 2013-ban, 2012-ben múlt úgymond el, úgyhogy mostanáig véglegesen addig hibátlan és jó eredményekkel zártam le eddig. Tehát csontvelő átültetés, ami egy kockázatos orvosi beavatkozás. Hát eléggé komoly kockázatos, eléggé durva beavatkozás, igen. Hogyan segített az agykontroll ebben, hogy átvészeld? Hát nagyon első körben ugye a bezártsága kellett nagyon megbirkózni, ami nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, ugye az eléggé igen sokáig végigkísért, steril szobás, labor, értelemszerűen minden egyes nap szinte folyamatosan, mert amúgy elviselhetetlenedett volna, hogyha nem csinálok valamit magammal, nagyon sokban hozzá is vezetett a pozitív hozzáállásom is, meg amiket itt tanultam nálad, amiket tanultam nálad, Laci, teljes mértékben, mindent használtam egytől egyig. Elmetükre technika, programozó mondatot. Elképzeltem magamat, működik, csináltam magamat szinte minden egyes nap, anyáik is csinálták, szinte aki itt volt, meg tanulta, vagy aki kicsit is úgymond érdekelt, az mind foglalkozott ezzel, csak egy kis gondolati úton is, de hozzájárult ez. És most már gyógyultnak vagy tekintető? Szerintem teljes mértékben. Vagyis én úgy érzem, de ezt azért látszik is. Szuper. Vak egészségesnek lett. Össze lehet nevetni amúgy két különböző képet, teljes mértékben különböző amúgy. A betegség előtti, a betegség közben, meg a mostani is. Tapasztalatod alapján mit tanácsolsz azoknak, akik fiatalok és hasonló vérképzőszervi betegségben szenvednek? Fú, a legegyszerűbb tudom az, hogy ilyen átfogalmazni, hogy nem szabad feladni. Nem szabad feladni? Nem. Küzdeni kell az gyógyulásra. Meg magul kell hozzáállni. Mondjuk én kicsit érdekesen álltam hozzá, nekem nagyban hozzájött az is, hogy én nem foglalkoztam, úgy nem tekintettem meglévőnek ezt az egészet. Nem is létezett volna. És ez segített, hogy? Tehát sokkal könnyebben átvészeltem szerintem mindent, ami volt, összes beharangozott komplikáció, hogy ez lehet, az lehet, semmi nem jött ki. Nem ástad bele magadat negatív? Nem, nem én, de anyáik teljesen úgy fogták fel, hogy Jézusom, Úristen, mi történik, de én nem. Egyszerűen félretettem, átvészelem idő, ennyi. De eldöntötted fejben? Tehát, és ez el fog múlni, eltűnik valamilyen úton, módon, nem lesz többet, ennyi, és tényleg így történt, amúgy megtörtént. Szuper. Hány éves vagy most? Hát én most fogom történni, pont jövő héten 21-et. Isten éltessen. Köszönöm szépen előre is. Bence, köszönöm szépen, hogy elmondod, és remélem, hogy erőt és hitet adsz azoknak, aki esetleg hasonló helyzetbe kerül. Én is nagyon remélem. Milyen leckét kaptál az élettől ezen a betegségen keresztül? Ezt így elmagyarázni most, akkor fogok itt hosszabban. Hát alapból én, akkor induljunk abból ki, hogy én eléggé furcsa kis személyiségű srác voltam, én eléggé visszaforgult voltam meg ilyenek. Meg eléggé elkényeztetett is voltam, ezt muszáj mondani, ez fontos szem, fontos része a beszélgetésnek. Amint bekerültem, átvészeltem egy bizonyos időszakot a bezártságot, utána amikor kikerültem, teljesen máshogy értékelt az apró dolgot, ez volt az első lépés. A régi 16 éves én, meg a mostani 21 éves között egy olyan drasztikus személyiségfejlődés alakult ki, egy olyan gyors tempójú, hogy szerintem mindegyik pillanatban tanultam valami mást, valami újat, minden kis apróságot. Kis dolgok értékelését, ambiciózusabb lettem sokkal, előretörőbb. Ez a tipikus sose adom fel típus lettem például. Mindig kell sok megoldást, próbálok segíteni másokon. Azóta, nem tudom, szerintem egy teljesen sokkal jobb ember lett belőle, mint ami alapból voltam így x év ezelőtt. Tehát akkor a lelki fejlődésedben hasznodra fordítottad a betegséget? Nem csak a lelki személyiségbeli fejlődésben is, minden mértékben csak hasznomra fordítottam ezt az egészet. Nem szabad felfogni, hogy a betegségbe leőrülsz. Szerintem. Így látod. Szuper. Bence, köszönöm és gratulálok. Köszönöm szépen.